Hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A vonalban Török Lajos vezető elemző, szervusz, jó reggelt! Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat! Mit látsz a béten? Béten azt látjuk, hogy a tegnapi elképesztő emelkedés után most egy kisebb emelkedés van, 0,5%-os pluszban a budapesti értéktőzsde, de 46.935 ponton kereskedik. A forgalom azért nem kiemelkedő, de annyira nem is alacsony, 5,5 milliárd forintos, és hát ennek a forgalomnak ismét a jelentős részét az OTP adja, itt egy 0,7%-os plusz látunk, 13.320 forinton kereskedik a bankpapír, több mint 4 milliárd forintos forgalom mellett. 1 milliárdos forintokon fölött kereskedik a MOL is, itt 2.908 forint most a szint, ez 0,5%-os plusz jelent, a Richter pedig icipici mínuszban van, 7.490 forinton, itt a forgalom is kisebb. A Telekom önmagához képest egész magas forgalma, 99 milliós forgalommal, 0,5%-ot emelkedik 407 forintra, és a kispapírok közül olyan elképesztően nagy mozgás most nincsen, a legnagyobb forgalom az Opusban van, 21 millió forintos, és pici pluszban a papír. Mi az, amit láttok, mi mozgatja a piacokat? Vagy megint ilyen megmagyarázhatatlan optimizmus, vagy korrekció? Hát én nem mondanám, hogy akkora optimizmus, mert hogy Európában inkább 1%-os mínuszokat látunk, mondjuk ott is, hogy tegnap nagy volt a plusz, én inkább azt látom, hogy most mindenki gondolkozik, hogyha esetleg tényleg egy nyugisabb időszak lenne, akkor mi merre menne, ugye azért Budapest értéktőzsdének van hova visszakorrigálnia. Hiszem ennek egy pici folytatását látjuk. Ami még érdekes, a forint is nagyon szép erőben van. 366 forintot és 46 fillért kell adni egy euróért, és hát úgy tűnik, hogy szépen erősödítünk továbbra is. Egy dollárért pedig egyébként 329 forintot és 30 fillért. Ami érdekes egyébként, hogy nagyjából az zlotyival és a koronával ma is együtt mozunk, mert az zlotyival szemben picit gyengülünk, koronával szemben pedig picit erősödünk. 78.97 a zlotyi árfolyama és 15.008 a cseh koronáé. Oké, Lajos, nagyon szépen köszönjük az infókat, jó kereskedést nektek a mai napra. Köszönöm nektek is, jó pihenés, sziasztok! Török Lajos vezető elemzővel beszéltünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.